sok érdekes infót találtam, tényleg az egész, hogy honnan ered, és hogy kik terjesztették, meg hogy folyamatosan változik, ugye ez az Eric Dubais, ő még az elején azt mondta, hogy minden bolygó lapos, ma már nem ezt mondják, ma már csak a föld lapos. Ez az Eric Dubai amúgy egy ilyen önjelölt atya ennek a modern lapos föld mozgalomnak, és ő saját maga leleplezte, ugye a nagyapja szabadkönyves volt, tehát egy szabadkönyves családból jön ez a pali, meglepő módon. És ott meg lehet nézni a YouTube csatornáját, hogy mikkel foglalkozik, milyen videók vannak kint, ugye a jóga, meg mindenféle óriások, meg az összes többi összeesküvések, meg csomó hazugság van benne nyilván. Meg hát lehet látni a videóiban, hogy hogyan adja elő magát időnként, szóval önmagáért beszél. És a térképet is váltogatják, tehát ez a szőr robot, nem érted, ő kezdte el, az első között volt, ez is így, a szőrök ugye, azok a lovagok, lovaggá lettek felkenve, tehát már az önmagában egy árulkodó jelöl, ki volt az a pali. Igen, meg a magas rendű szabad könyvesek. Igen, igen. A szőr meg a lord titulus kapják. Igen, meg utána ez a Lady Elizabeth Mont Blanc, ennek is az özvegye, az özvegy volt, annak a férje is egy szőr volt, egy báró volt, érte. Tehát azt hitták róla, hogy benfentes volt az angol elitben. És ez a nő írt egy olyan könyvet, az a címe, hogy The Origin and Nature of Sex. Tehát a szexnek az eredete és természete címmel. Hát, no comment. És ez a nő teljesen vegetáriánus volt, ugye? Tehát ezt ugye viszont halljuk a magyar laposföld hívőknél is, hogy nem lehet enni hús, meg mit tűnjön. Tehát ez ugye nem csak az adventistáknál van jelen, és ugye a írásban ott van az egy Timoteuszban, hogy jönnek majd utolsó időkben, akik tévegéseket tanítanak, ördögök tanításig, ellenzik a házasságot és bizonyos ételek élvezését, tehát könnyen kiderülnek ezek, hogy ez is a törvény, a testnek a... Ilyen, van egy olyan ige, tök jó, hogy ilyen vallásoskodás, tudod, ilyen testnek a nyomorsanyagatása, de hogy az Isten előtt ez nulla. Alaposan körbejártuk ezt a laposföld témát, én inkább a hátteret néztem meg, a rengeteg forrás van, meg megnéztem egyáltalán, mikor volt az első fotót, mikor csinálták a földről, és 1930 az első olyan fotó, ahol látszódik a görbület, tehát akkor még sehol nem volt NASA, meg digitális technika, meg izé. Bár tudom, most ugye 1900-as években már volt optikai kábel, akkor nyilván már 1930-ban is volt minden. Hát ez nagyon érdekes, egy ilyen katonai, a National Geographic pénzelt ezt a projektet, és 22 kilométer magaslan lőttek föl egy ilyen, vagy szálltak föl valamivel ez a két kapitány, és ők csinálták a fotókat. Neten meg lehet találni ezt, meg majd berakjuk a videóba a képet, tehát látszik a görbület egyértelműen, meg utána 46-ban volt ez a V2 rakét, ez egy nagyon híres kísérlet volt, ez már 65 mérföldet, tehát 100 kilométerre ment föl, és ott is ugye fotókat csinált, ugye a kamerát megvédték egy ilyen páncélvás kazettába, és ugye elő tudták hívni 46-ba, érted? Ott is látszódik az, hogy görbül a föld, úgyhogy rengeteg ilyen, és ugye hát jönnek azzal, mert ugye ezt azért kerestem elő, mert ugye azt mondják, hogy a NASA az ugye az egészet, hogy az összes NASA fotók amúgy, de hát jóval a NASA előtt is már csináltak mások, érted, meg a mai napig is vannak, akik akár amatőrök, érted, fölküldenek ilyen időjárási léggömböt rá a kamerával, aztán mutat mindent. Most azt is ugye megmagyarázzák, tudom, hogy ez a fisheye kamera, ugye? Ja, minden kamera, halszemlencsés, mindenre, tulajdonképpen minden, ezért nem tudok benne hinni, és egyre ellenszámosabb. Mert az elején még úgy érdekes volt, tudod, meg bennem is fölmerült a gondolatot, hogy mi van, ha tényleg ekkora átverés, ugyan el tudjuk képzelni, és régen sokat foglalkoztunk a világon forduló átverésekkel, meg minden, és nem tartottam kizártnak, hogy tényleg ez is csak egy etetés, tudod, igen, az iskolarendszernek, a világtudományt, hogy
ugye a világtudomány, a technológia, ez egy modern religion, modern vallás, ezt adták az embereknek most, hogy régen a Nimrod idejével, a izébe letették az embereket, hogy jön majd a kígyó isten, az fölzabálja, megeszi a napot, és akkor utána, amikor végez vele, akkor megeszi a földet az emberekkel együtt, és akkor ezzel ijeszkedte az embereket, tehát persze mindenki megijedt, tudatlan, iskolázatlan emberek írás-olvasás képesség nem volt. Érted? És tényleg az ismerete a dolgoknak az csak a Nimró családjának a belső verkei, meg az ő varázslói, hát ők pénzeltek embereket, akiknek az volt a feladata, hogy ilyen nappal az eget kellett fürkészni nekik. És hát persze ő nekik azért már kezdettől fogva meg volt hozzá a pénzük, a vagyonuk, hogy finanszírozzák azokat az embereket, akik nagyon szívesen csinálták ezt munkavégzésként, pénzt is kapnak ráadásul ezért, tehát hogy ők már az akkorikor tudósai voltak, meg kísérletezői, tudod, és ezt használják ki egész, ez a több ezer éves tapasztalatot, érted, hogy azért bennem is felmerült, hogy el tudom képzelni, hogy mikor először nézegettem az infobankolnak ezeket a laposföldes eszméit, és még az elején bennem is felmerült, hogy el is tudom képzelni, hogy tényleg ekkora az etetés, de amikor már látom azt, minél többet megnéztem a filmjéből, és minél többet néztem, annál nagyobb volt bennem az ellenszerv, mivel ő maga első kézből, tehát saját maga végzett kísérletet, soha nem mutat semmit sem. Tehát minden ilyen összeollózott, igen, másoktól átvettünk. Igen, más csatornákra van össze kapirgálva másoknak a tapasztalatai, ami ugyancsak, ha azokat megnézed, tehát ők is valaki mástól szedik, tudod. Tehát semmi nincs benne, amire azt lehet mondani, hogy a saját maga kísérlete, saját maga utána járása, érted, hogy ha csinált volna tényleg egy ilyet, hogy vesz egy ilyen óriási lufit, egy ilyen légbalont, és azt föltölti héliummal, ez nem kerül be sokba, ezt bárki meg tudja csinálni, és ha feláldozza mit tudom én, a kamkorderét, vagy akármilyen, tehát ráteszi, és akkor felküldi. Ha ilyet mutatna, érted, akkor azt mondom, hogy igen, ez az ember, ez tényleg ott van a témában, saját tapasztalatai vannak, tehát ezért a meggyőződése, de semmi sem, tehát ő is egy olyan tudós, aki a számítógép mögött ülve nap 24 órájában innit-onnit, amonnit hullozza össze másoknak a dolgait, tudod, és a másik pedig az, hogy ez a fanatizmus az mostanra nem csak hogy nevetséges a szememben, hanem egyszerűen sokkoló is, hogy most már nincsenek műholdak sem, mert eddig, hogy nincsen világűr, vagy te is mondtad, hogy azt mondták, hogy hát minden égitest korong alapú lapos, igen, nem kerek, lapos. Nem gömb. Már csak az egyik részük mondja azt, a túlnyomó részük azt mondja, hogy ez minden más gömb alakú, csak a föld, kizárólag a föld az korong alakú. Egyébként pontosan ezt találtam én is, hogy ilyen, hogy ezek gyakran egymással is veszekszenek, ezek a lapos föld hívők, ezek a társaságok is egymás vádolgatják, hogy amiket kitesznek infokat, hogy az egy része nem igaz, tehát nincsen egy egységes laposföld elmélet egyáltalán, és ugye állandóan változik, tehát ebből is látni, hogy ez ugye nem az Istentől van, az Isten igazságai nem változnak sosem. Azt akartam mondani, hogy ez nekem már a Mária Jehova tanúi szaga. Na igen, ők is váltogatják, nem? Igen. Még a 80-as évek végén, amikor elkezdtek kopogtatni a házakon, az ajtókba, az ablakokba a Jehova tanúi, és akkor hogy akkor még mereven azt mondták, hogy hát hogy a
Jézus az csak egy proféta, meg a Szentlélek, hogy az egy ilyen intelligens erő, már teljesen megoszlik az egész. A bandának az egyik része az megy az áldozattal, fejlődik, változnak az is a tanaink, a téziseik, a megállít egy az utcán, és megkérdezed a vér dologgal kapcsolatban, vagy főleg arról, hogy micsoda, minek vélik a Bibliában is szent lelket, vagy valami, akkor, és egymás között is beszekednek, hogy az egyik az, hogy a mindenki gyülekezetesek, tudod, hogy az Istennek a szelleme, a másik fele a bandának meg azt mondja, hogy hát az egy, csak egy intelligens erő. Érted? Tehát óriási a káosz maguk között is, érted? Igen. Az adventistáknál is ott is már van, aki van egy olyan része, akik a Ellen G. White tanait megtagadták, tehát ott is ketté szakadtak. Érted? Jehovásoknál ugyanez, akkor a katolikusoknál, hogy mindenhol ezt lehet látni, úgyhogy ja. Itt ugyanez a helyzet, tehát azért ez egy emberi kreálmány. És tényleg azt is írják mások is, hogy szemellenző és fanatikusok ezek az emberek általában, és teljesen megszállottá válnak, és innentől kezdve már, hogy ez nem az Isten természete, ezért meghomályosodik a látásuk, érted? És bármit mondasz, úgy, mint ezek a karizmatikus gyülekezett tagok, érted, azok is, bármit mondasz nekik, semmit, tehát egy... Hát igen, és már nem is tudom, tehát arról lehet felismerni az ilyen szektás, mert tulajdonképpen azt kell mondani, hogy bármivel szembe találjuk magunkat, mindennek a természetét kell megnézni. Igen, így van. És azt, hogy honnan ered. Ha valaki figyeli ezeket a dolgokat, mindig a végeredmény ugyanaz. Érted? Tehát meg akik terjesztik, azoknak vannak közte hívők, de utána néztem, mert csomó istentelen ember van, érted? Tehát most az Isten miért jelentenek ilyen hatalmas nagy titkot a világi embereknek, érted? Na, ezt akartam is mondani, hogy a másik pedig, hogy nem csak a jehovásokhoz hasonlóak ezek a lapos földes emberek, hanem tulajdonképpen a... Ugye van ez a... Ez is szedi az áldozatait nagyon, ez a... Van egy ilyen mozgalom, egy ilyen... Ez is egy ilyen nemzetközi, már ilyen világszintű mozgalom. Az a neve neki, hogy Freemen on the Land. Igen. És nagyon sokáig szimpatizáltam velük, még sokáig én is gondolkodtam, hogy milyen jó lenne a világ, milyen egyszerű lenne az élet, hogyha én is csatlakoznék hozzájuk, érted, és akkor nincs többi gondom semmire, nem kell adót fizetni. De ugye ez az, hogy visszaadod a, tehát hogy nincs személy, meg te nem személy, vagy hogy van, hogy... Mert azt állítják, amit el is tudok képzelni, és ők viszont mondjuk az ő teóriájukat bizonyítani tudják szinte minden szinten. Uh-huh. De viszont az az érdekes, ez a Freeman on the Land movementben, hogy szinte 90%-ban azt lehet mondani, hogy istentelen emberek. A beszédükről, ha nézed a Robert Menard a vezetőjük nekik Kanadába, de ugyanúgy ott vannak Ausztráliába, Angliába, és eléggé elterjedőben van ez, és a lényeg, hogy amikor a nem hivatalos videókat nézed, arról, hogy mint a hol tartottak előadásokat, borzasztóan trágán és iszonyatosan stíl, az előadóknak a stílusa. Hihetetlen, az a károkodás, amit levágnak. Hát az is elárulja a természetét, hogy ezek az emberek istentelen emberek, és erkölcstelen emberek, és tulajdonképpen arra megy ki az egész, hogy azt az információt, amit ők összegyűjtöttek évtizedek alapján, és megszenvedtek, mert állandóan a rendőrök megállított őket, mert nem volt rendszám, saját maga készített rendszáma volt, és akkor hányszor börtönbe vitték, meg mit tudom, hogy kiengedték, nem a másnap megint börtönbe vitték. Tehát, hogy úgy döntöttek, hogy ezért a sok elmaradásért, a sok veszteségért minden részt megpróbálják bepótolni, és ilyen csomagokat állítanak össze, ilyen információcsomagot, amit pénzért árulnak, tudod, hogy
hogy ha már a társadalomban nem tudnak élni és fizetéshez jutni, mert ugye nincsen vezetői engedély, nincsen, mert a nyugati társadalmakban a vezetői engedély az ID kártya, a személyigazolvány. Tehát ezt mind összevagdossák, az anyakönyvi kivonatukat összevagdossák, írnak az államnak a megfelelő minisztériumba, hogy szüntessék meg az adószámokat, meg mindent, és akkor ezt el is intézik, és tényleg az életben többet nem fizetnek adót. De ezzel együtt le kell mondaniuk az állam kínálta benefitekről, ezekről az állami szolgáltatásokról, ugye, hogy az orvosi ellátás, akkor biztosítások, vagy akármi iskolarendszer, ez mind megszűnik. És az az érdekes a dologban, ez a Free Man on the Land movementben, a szabad ember a szárazföldön, ugye, mert hogy abból indulnak ki, hogy kétféle törvény van, az ember csinálta törvények, ezek a commercial kereskedelmi törvények, ami a tenger törvénye, és van a common law, a természetes emberi törvények, amiről azt hangsúlyoznák, hogy mert hogy ők oda akarnak, az alá akarnak tartozni, és az óriási szabadságot ad az embernek a római kereskedelmi törvényekkel szemben, ami viszont tényleg borzasztóan elrabszolgásítja a társadalmakat és az embereket. De hogy ők azért ragaszkodnak annyira a természetes törvényekhez, mert azt állítják, hogy ezt nem ember csinálta, hanem Isten. Mert Istentől vannak ezek a természetes törvények, ami valójában igaz is. Mert ugye Pál is azt mondja az írásban, hogy azok az emberek, akiknek törvények nincsenek, azok a saját maguk lelkiismeretüknek a törvényei alapján élnek, és azt szerint lesznek megítélve, hogyha soha nem hallanak az evangéliumról, hogy volt itt valaki, aki Istentől lett küldve, és ő meghalt, szent, tiszta, bűntelen életét áldozta fel azért, hogy ha valaki az ő példája felbuzdul és követi őt, akkor ezért Isten hajlandó megbocsátani és eltekinteni az ember bűneinek a büntetésétől, és Isten ebben az esetben megkegyelmez az embernek. Csak abban sátít ez a dolog, hogy ez a Free Man on the Land mozgalomnak a képviselői, ők nekik eszük álmokában nincs arra hangsúlyt fektetni, hogy erkölcsileg meg kell változni az Isten mutatása alapján. Hát az ő számukra, teljesen világos, az ő számukra, hogy az Isten és az Istentől van a természetes törvények, és ez teljes szabadságot kínál az embernek a Földön. Tehát például a közlekedéssel kapcsolatban, vagy az utazással kapcsolatban, tehát senki nem állíthat meg, és nem vonhat felelősségre, anélkül, hogy fényképe vagy tanúi vannak arra, hogy elkövettél valamiféle bűncselekményt, tudod. Igen, tehát önző érdekekre használják az egészet. Ja, visszajönnek el. És de ezért ezt annyira hangsúlyozzák, ez egy pillanatban azt hangsúlyozzák, hogy Isten alkotta, és hogy minket is az Isten teremtett, és ezért Isten adta jogaink vannak a természetes törvények alapján, de a másik pillanatban meg arról beszélnek, hogy hát mivel hogy szabad vagy, mert a common law az felszabadít téged, hogy büntetés nélkül te drogot is használhatsz, és fegyvert is használhatsz, tehát majdnem csak odáig folyik az egész, tehát ilyen ezek a mozgalmak és a képviselők, meg az elméleteik, ezek mindig két szélsőségben mozognak. Vagy a radikális negatív oldalon, vagy a túlzott, minden szabad, mint a katolicizmusnak a kontrollja a Földön. Az egyik keresztény csoportban a teljes önmegtartóztatás, az aszkétizmust hirdetik a katolicizmuson keresztül, hogy bevonulsz papnak, vagy apácának, tehát akkor
lénye a házas életnek, tehát tiltják, és érdekes, hogy erről is beszélt Pál Apostol, hogy tiltják a házas élettől való, vagy szorgalmazzák a házas élettől való tartózkodást, az ételekkel való élést, stb. Stb. Még a másik oldalon ugye létrehozták a karizmatikus mozgalmakat, amiben viszont mindent megengednek, tehát a kegyelem miatt most már mindent szabad. Tehát meg lehet látni, hogy erről lehet felismerni, hogy emberek csinálták, emberek indították el valamikor valahonnét, azzal a megfontolással, hogy ez mindenképpen az ő magukra hajtja a vizet azok a mozgalmakon és a képviselőkön keresztül, akik hirdetik ezeket a téveszméket. És látni ezt a laposföldeseknél, hogy borzasztóan sarkosak, tehát az igazságnak az arany középútja az ő számukra nem létezik. Tehát ha azt mondod, hogy repülőgépen ültél, és messze elláttál, és ha ugyan alig észrevehetően, de mégis a horizont görbül, tehát a földnek a felszínét lehet látni, hogy lassan ugyan és nagyon-nagyon nagy távolságban, de görbül, akkor egyből azt mondják, hogy a repülőgépek is úgy vannak megcsinálva, be van építve az ablakba, hogy ez egy filmet vetítenek le neked, érted? Vagy azért, mert a föld lapos, ezért nem létezik világűr, és nem lehet kimenni a világűrbe, és hogy hát tulajdonképpen ezért beszélnek a műholdakról, és akkor most, hogy mindenképpen mindenáron bizonyítsák, hogy a föld nem gyomba-alapú, nem kerek, mert ugye, hogy ez csak űrhajóról, meg szatellájtról fényképekkel lehet bizonyítani. Ezért meg kell támadni azt, hogy most már az ő felfogásuk szerint nem is léteznek szatellájtok, műholdak, érted? Mert minden kezdetől fogva minden föld vagy tenger alá lefektetett optikai kábeleken keresztül megy ma, és már attól fogva, hogy kommunikáció, elektronikus kommunikáció létezik, és akkor azt állítják, hogy már az 1800-as évektől kezdve már hajókkal több milliárd dollárért fektették a kábeleket az óceánoknak a mélyén, hogy összekapcsoljanak minden város, minden kontinens, minden országot, tudod? Ja, egyébként a Biblia az megcáfolja azt, hogy nincsen világűr, amit ezek állítanak. Ott van a Jobb 26-ban, ugye azt mondja, hogy kiterjeszti az éjszakot, ugye az űr fölé lebegteti a földet a semmiségen, tehát ugye a semmiben lebegteti Isten a földet, tehát magyarán ugye létezik a hatalmas világűr, meg hát látjuk szabad szemmel is az Androméda galaxist, meg hát a többi csillagkép, ugye, tehát meg ugye vannak olyan igék, például Beszédek 8-ba is, ahol a föld kerekségéről beszél, meg ami még nagyon érdekes, hogy a példabeszédekben szintén azt mondja, hogy megszabta a mélységek színén a kerekséget, tehát a horizontot. Tehát a mélység alul megvan ugyanúgy, hát most akkor a laposföldet úgy ábrázolják, hogy laposföld, és akkor alatta ott nem tudom mik vannak, de érted, ez is megint csak cáfolja a laposat, szóval sok ilyen dolog van, teljesen értelmetlen ez a teória. Az én elképzelésem azzal kapcsolatban, hogy tényleg, hogy gömbből alakul a Föld, és bele van helyezve az univerzumban és benne minden más égitestek. Az én szememben ez egy sokkal szebb kép arról, hogy milyen harmonikusan egymáshoz viszonyítva működik minden szép rendel, ugye, ahogy a Zsoltárokban van, hogy Isten szabott határ, Isten adott természetet mindennek a működéséhez. Tehát, hogy ez is tényleg, ha az ember soha nem hallana arról, hogy Isten létezik, és a megváltója bekötődik a világba, és hogy meghalt azért, hogy mi megrendüljünk saját bűneit, és elhatározzuk, hogy küzdünk önmagunk ördögi bűnös természete, földi természete ellen. Tehát, ha az ember csak figyeli a bogarakat, a hangyákat, a bármilyen állatot figyel, csak az ember elcsendesedik valahol, leül valahol a fűbe is, és nézi az állatokat. Én nagyon szeretem nézni például az ilyen National Geographic
filmeket ugye az élővilágról, ugye ők nem mondják azt, hogy darwinizmus, van sok ilyen film, nem a darwinizmusból indulnak ki egyből, de ugyanúgy akkor nem hozzá kapcsolatban Istennel sem, hanem csak pusztán, mint objektíven megfigyeljük az egészet, hogy hogyan történnek a dolgok, és olyan tanulságosak, olyan sok mindent elárul arról, hogy Isten létezik, és hogy ez nem magától alakult ki, hanem mindenbe Isten belehelyezte a maga természetéhez odaillő programot, az Isten beprogramozta, és az alapján működik. Nem is tudják önmaguk sem igazán, mint ahogy mi emberek sem tudjuk azt, hogy van az, hogy nem gondolunk arra, nem kell azzal foglalkoznunk, hogy a sejtjeink regenerálódjanak, ugye, hogy anyagcsere működjön a testünkben, hogy növekedés, táplálkozás, minden, hogy ezt nem kell nekünk külön erre odafigyelni, hanem ez belénk van programozva a génjeinkben, sejtjeinkben, ugye, és ez is elárulja azt, hogy egy felsőbb, hatalmas, korlátlan intelligencia és képesség tervezett meg bennünket, és hogy bennünket működni szabadon, tehát nem kell külön kontrollat lenni, mint a kutyákat, ahogy a fórázra teszik, ugye? Tehát, és mégis működik, mégis a saját maga természetének a határai belül működik minden. Ha ezt az ember fölismeri, ez mindenképpen arra kell, hogy ösztönözze az embert, hogy fölismeri azt a tényt, hogy valaki van, akiben borzasztó sok szeretet van, hogy ilyen szerteágazó, ennyire nagy variációval rendelkező életteret hozott létre, és ez pusztán az ő saját szeretetéből, hogy az életnek az, hogy élhetünk, hogy ez egy öröm tulajdonképpen, és hogy ezzel megajándékozott minden élőlényt, a bogaraktól kezdve az állatok, az emberek, mindent megajándékozott azzal, hogy van élete, tehát örülhetünk annak, hogy élünk. És ez is azt mutatja, hogy van egy Isten, aki önzetlen, nem önző személy, hanem azt az életet, amit ő él, ugye már azt írja az írás, hogy saját, hogy élete van önmagában. Azt mondja az írás, hogy a Jánosnál mondja, hogy ahogyan élete van önmagában, úgy adta a fiúnak is, hogy őnek is élete legyen önmagában. És ezen keresztül, a természeti teremtésen keresztül pedig adta az egész univerzumnak, hogy mindennek saját élete legyen önmagában. Hogy azt az életet, ami neki van, azt ő nem volt irigy és nem sajnálta, hanem azt az örömet, az létezésnek az örömét, azt, hogy kifejezhetjük magunkat, ezt megosztotta. Szerintem ez a laposföld dolog, én megpróbáltam elképzelni, hogy egy lapos borokon élünk, és szerintem az borzasztóan sarkos világot tár az ember elé, és egy ilyen sarkos világban élni, ez borzasztóan unalmas lehet, borzasztóan leredukált élet lehetett. Tulajdonképpen valahol egy ilyen szellemi rabszolgaságba viszi az embert, hogyha ez úgy lenne, érted? Nagyon-nagyon szűk korlátok közé helyezni az embernek és az élőlényeknek az életét. Túlságosan le van egyszerűsítve. Tehát pont nekem is ez a legfőbb, ami miatt kidobtam azt az egészet, mert hogy mivel főleg, hogy ugye források vannak, hogy a szaladkönyvesek, meg a jezsuiták is benne vannak a buliba, ebbe az egészbe, ugye ebbe a tamba, és hogy valójában nem is az a cél, ez csak elhitetik az ember, hogy az Istent bizonyítják, hanem pont az ellenkezőjét, mert ledegradálják a hatalmas teremtő Istenünket, érted, hogy ő milyen hatalmas dolgokra képes, és akkor csak egy egyszerű kis földet csinál, lapos földet, egy burokkal, és kész, nincs semmi más, tehát kigunyolják. Igen. És ez az ördögnek az akarata, hogy kigunyolja az Isten meg az ő fiát, mindig is ez volt, tehát azért, mint az Énok könyve, és az Énok könyvére hivatkoznak a laposföldesek is, tehát már az is önmagában egy öngolt. Igen, na ez a másik dolog, hogy önokkal hozzánk mondtad összefüggésben, ami kezd már csak a nevük, az említésétől kezdve már viszonygás kell bennem, mert ugye ez az énokozás is, ugye az infobabon is az Énok könyvével jön meg az összes többi is, és
És ha valaki megvizsgálja az Énok könyvének a természetét, az teljesen kilóg az egész képből. Tehát elképzelhetetlenül tartom, hogy az Isten Ittyodev írásai közé tartozik. Tehát olyan gúnyolódások, olyan csúfolódások benne, tehát az Isten teremtésének a ledegradálása, a leköpése tulajdonképpen az egész. Meg a megváltói. Megváltói, mert emberek járnak közbe, érted, a kegyelemért, a Énok, meg a bukott angyalokért, meg mit tudom én, tehát kihúzzák a képletben az Isten fiát ugyanúgy. Tehát ez az antikrisztusi lelkölt az egész. Igen, teljesen antikrisztusi. Csak egy-két példa az Énok könyvéből, hogy lássuk, hogy ez tényleg nem az Istentől ihletett az egészen bizonyos, hiszen olyan fogalmak, meg nevek, titulusok, stb. Van benne, ami az Énok Énoknak az idejében egyáltalán nem létezett, tehát ő ugye nagyon régen élt még a özönvíz előtt. És csak annyi van róla írva, hogy Istennel járt, aztán ugye az Isten magához vette. Szóval olyan fogalmak vannak, ami egész egyszerűen akkor még nem léteztek, mint például a sínai hegy. Ugye az a sínai hegy, az is jóval később nevezték sínai hegynek. Ráadásul ugye azt mondja, hogy a földre tapos a sínai hegyén ugye megváltó, de hát ugye a Huszadtségben, meg az Akariásban is ugye azt látjuk, hogy az olajfák hegyére fog visszajönni. Tehát ez se stimmel. A nagy nyomorúságot is említi, de az legelőször Dániel könyvében van, tehát valószínűleg aki a Énok könyvét írta, az ismerte a Dániel könyvét, a zsidóság történetét, érted? A Dán földje, meg a Hermon szavak, ezek is jóval később jöttek először képbe, tehát rengeteg ilyen valami, meg főleg ez, hogy ugye, hogy tényleg, hogy a Énoknak kell közben járni a bukott angyalokért, hogy üdvözüljenek, meg tele van ilyen istentelen Bibliával ellentétes dolgokkal. Tehát egészen bizonyos, hogy az Énok könyvét nem a ma látható és olvasható Énok könyvét, azt nem az eredeti Énok írta, hanem valaki más emberi kreálmány az egész. Tehát erre hivatkozni már az ugye tényleg nagyon sántít. Antikrisztusi lelkölt az egész. Igen, teljesen antikrisztusi. És a másik pedig, hogy milyen nagymértékű engedetlenséget és fanatizmust öntenek az emberek, a laposföld hívők, az érdeklődőkbe, olyan fanatikussá teszi az embereket, annyira radikálisá, annyira... Megszállott, igen. Igen, pontosan megszállottjává válnak az elméletüknek, és teljesen mindegy, hogy milyen, ha a szemük előtt bizonyítanád, tényleg, ha fölültetnéd egy űrhajóval, és elvinnéd, de neki akkor se tudom elmondani, ez az igazság, ember. Ő akkor is azt fogja rá mondani, hogy ez nem igaz, ez összeesküvés elmélet. És tudod, mik voltak ilyenek? Megváltónak az ellenségei, a zsidó farizeusok voltak. Ilyenek, hogy a szemük előtt csinálta Isten a csodákat, és még mindig azzal jöttek a megváltó, mutasd nekünk csodát. Érted? És ezt, hogy összeraktuk a képet, ugye felismerné benne a Jehova tanús természetet, ugye ez a, hogy megkérdezel valamit, és akkor visszakérdeznek kérdésre, tehát ez az ördögi rovasság, tudod? Ez az ördögi intelligencia, és a másik, ami ugyancsak szemet szúró ezeknek a lapos föld elméletes embereknek a viselkedésében ez a hihetetlenül magas szintű intelligencia. Tehát olyan intelligenssel tudják előadni, hogy tényleg én magam is az első pár videó után olyan meggyőző erővel beszéltek, hogy engem is majdnem már csak levettek a lábamról vele, és én is majdnem elkezdtem benne hinni. De és akkor az utolsó pillanatban, no, várj csak, mit mond az Isten? Mi az Isten gondolkodásmódja? Az Istennek a természete. Vessék össze az Isten gondolkodásmódját és annak a természetét, és magának az Isten természetét a laposföld teóriának, a terjesztőinek a természetével. És ugye Pál apostol azt mondja, hogy vizsgáljátok meg a lelkeket, ugye a lelkek megítélésének a képessége, hogy működjön nálatok. Ugye ebből a karizmatikusok vagyis hát a katolikus pápaság, meg a vallás szakértők ugye létrehozva a karizmatikusságot, a pünkösdizmust és az egyéb ilyen hamis kegyelem mozgalmakat, ugye kreálták ezeket az elméleteket, és
Tehát hogy hát itt démonoknak a kergetéséről van, hogy meglátod valakiben a démont, hogy benne van egy démon. Nem, mert az emberek... És igen, és Pál Apostol világosan mondja, hogy az a lélek, aki nem mondja a megváltót az Isten fiának, az a lélek, az nem az Istentől való lélek, tehát nem az Isten embere. És akkor utána hozzáteszi az írás, van a következő szavakban, hogy egyértelműen hogy amikor arról beszél, hogy vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valóak-e, és hogy ez a lelkek megítélésének az Istentől való képességének a működéséről beszél, és egyből utána hozzáteszi, mert az a proféta, aki mást állít, mint ami az Isten beszélőben van, tehát lehet látni, hogy a lelkek megítélésének a használatát, ezt a képességet, ezt egyből összekapcsolja a hamis prófétákkal. Tehát nyilvánvaló, hogy emberekről van szó. Emberekről beszél, nem arról, hogy itt valami démonok lennének, és akkor démonokat kell hajkurázni, és ugye... ha valaki ezt gyakorolja, akkor... És ugye Pál Apostol elmondja, hogy ez a léleknek, tehát az Istennek, mint léleknek a gondolata. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szelítség, jóság, mértékletesség. Ugye, ami a lakosföldes embereknek az esetében nincsen meg a mértékletesség, mert... Meg a kérlelhetőség főleg. Igen, meg pontosan a kérlelhetőség, próbáljának megkérni egy lakosföld hívőt, hogy nézze át jobban, és vesse össze ezeket az ő elképzeléseit és a másoktól összeszedett elméleteket, vesse össze már igazán, hogyha az ember a megváltó követőjének tartja magát, vesse már össze ennek a természetét az Isten természetével, és meg fogja látni az óriási különbséget, hogy nem, hiába mondják azt, hogy a laposföld az bizonyítja az Isten létezését, és így meg lehet dönteni az egész napcentrikus világnak a működését, meg lehet mutatni az egészet, ugye egyáltalán semmi köze a laposföld elméletnek a magához, az Isten által kijelentett dolgokhoz. Tehát a legtöbb ilyen laposföldes, aki Isten oldalán próbálnak kardoskodni a laposföld teológiával, ugye mikor Istenről beszélnek, akkor nyilvánvalóan, ha megnézik azt, hogy milyen úton beszél az Istenről, kivétel nélkül mindegyik arról beszél, hogy vissza kell menni az Ószövetségbe, körül kell metélkezni, az érkezési szokásokat kell megtartani, szombatot kell megtartani, és ha valaki viszont ismeri az Istennek a beszédét, ugye azt mondja Pál, hogy a lélek gondolata pedig szeretet, hűség, jóság, mértékletesség, béketűrés, szelítség, jóság, és utána elmondja, hogy az ördögnek a természete, tehát a testnek a cselekedete pedig ez, gyilkosság, paráznaság, gyilkolás, és ott felsorol egy halom bűnt, ami az ördög természetéből fakad, amit az emberek gyakorolnak, és ha összevetjük a laposföldes elméletet és azokat az embereknek a megnyilvánulását, a beszédstílusát, a viselkedését, csak a hozzászólásokból, hogy meg lehet látni, hogy milyen természetből beszélnek ezek az emberek. Igen, még az jutott eszembe közben, hogy aki nem vallja ugye a megváltót, az Isten fiát, ugye, hogy ő a megváltó, stb., hogy ez az antikrisztusi lelkület, a krisztus ellenes tanítások, tehát hogy ezt ennél az infobábelnál sajnos meg lehet ismerni, meg lehet látni, hogy jó Isten legyen hozzá kegyelmes, hogy nyissa fel a szemét neki tényleg, mert nem hiszem, hogy gonosz szándékot csinálna, de megtapossa a megváltónak az elvégeztetett megváltását azzal, ugye, hogy visszaviszi az embereket a törvény alá, hogy azt mondja, hogy a törvény kell, hogy a körül kell metélkezni, meg az összes többiért, és ez az antikrisztusi lelkület, a krisztus tagadásnak egy formája, hogy az Ellen G. White is például most a példaként, hogy hallják az emberek, hogy ő azt tanította, hogy nem volt elég a megváltónak az elvégeztetett szenvedése, a kifolyt vére az áldozata, hogy még most is ő
felajánlja az Istennek a mi hitünket, meg a mi megtérésünket, meg nem tudom milyeneket sorolt fel. Tehát ezzel is tulajdonképpen ugyanúgy megtaposta a megváltót, az ő elvégeztetett áldozatát, szenvedését, mindent, érted? És ugyanez nyilvánul meg itt is sajnos. Tehát beszélnek Istenről, belekeverik az Isten, de valójában hatalmas károkat okoznak a saját életében. Hát ott le van írva, hogy ki körülmetélkezik, meg a törvény akar által üdvözni, ez kiesik a kegyelemből, és másokat is erre tanít, érted? Akkor ez duplán életveszélyes az egész. Tehát... Abcsel 15-ben el lehet olvasni. Péter is, meg Jakab is elmagyarázta, hogy nem kell körülmetékezni, nem kell ezt megtartani, ne tegyetek ilyen betartatlan igákat a pogányokból megtértekre, hanem mondjuk el, hogy azt a négy dolgot ott sorolják fel, hogy mire figyeljenek. És hogy Krisztus kegyelem által üdvözülünk, kizárólag nincs szükség a törvény megtartani. Ez gyönyörűen le van írva itt a Apcsel 15-ben. De esetleg valakinek ez nem elég, mert azt mondja, hogy sajnos ilyet is hallottam, hogy hát az apostolok rájuk nem kell hallgatni, meg a Pál is másról beszélt, meg ez nem hiteles, meg mit tudom én, jó, tegyük föl kivételesen, hogy ez így van, mert tudjuk, hogy nem így van, de maga megváltó is mit mondott, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, ugye ott a nálap eseménynél is, amikor valaki megkérdezte tőle, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek, ott is azt mondta, hogy szeresd az Istent, teljes erődből, lelkedből, elméddel, mindeneddel, és szeresd a embertársaidat, tehát a szeretet az egyetlen parancsolat. Ma már ezeket a tételes parancsolatokat eltörölte az Isten fia az ő áldozatával. Nincs már rossz szövetségi törvény, ő maga ezt kijelentette, és a később meg is van magyarázva, hogy a szeretet az az, hogyha megtartjuk az ő elmondott beszédét, hogy igyekszünk úgy élni, úgy járni, ahogy ő járt, példásan bemutatva az életünkben az Istennek a természetét, a fiának a természetét, a szeretetet, hogy szeretjük egymást, szeretjük az embertársainkat, és így szeretjük Istent, mert ugye le van írva, hogy aki nem szereti nem tudja szeretni azt, akit lát, embertársait, akkor hogyan szeretni az Istent. Tehát ez a kettő szorosan összekapcsolódik, és az üszövetségben ez az egyetlen törvény. Még egy fontos dolog csak, hogy elhangozzon, mert említetted ezt a babiloni tanokat, ugye, hogy ezzel van megfertőzve a kereszténység, ugye hát erről nagyon sokat beszélünk a videóban, de amikor utánéztem, akkor azt találtam, hogy ugye van ez a Ludovic Muggleton, aki ugye 1600-as években élt, és egy ilyen valamilyen keresztény szektának volt a tagja, és tele voltak babiloni tanokkal, olyanokat tanítottak, hogy a lélek nem halhatatlan, hogy Jézus Isten, és hogy mikor Jézus meghalt, akkor nem volt Isten a mennyben, hanem Mózes és Illés vigyázott a mennyre. Abba hittek többek között, hogy a menny 6 mérföldel van a föld felett, tehát már ugye ez már utal ugye a lapos föld sztorira. Meg hogy az Isten 5-6 láb magas, meg szóval elég ilyen bizarr tanaik voltak, tehát ez is ugye már mit mutat, hogy ezeken keresztül kizár dolog, hogy az Isten egy ilyen titkot megosztott volna, hogy a lapos a föld. Meg aztán a robotem, meg az összes többi is ugye ennek után lézni a neten, tehát ezeket nem találjuk ki, mert ugye állandóan jönnek haza, hogy hát a mindig szabadkőves, meg jezsuita, meg a NASA, meg a logók, mit tudom én, de hát ezek ugyanúgy benne voltak ebben, ugyanonnan, ugyanaz a forrása mindegyiknek igazából. A lapos föld elmélet nem szolgálja, egyáltalán semmilyen szinten nem szolgálja, ugyanúgy, ahogy a kerekföld elmélet se igazán szolgálja az Istennek a természetében való élésnek a pontosságát, ezért én magam nem is foglalkoztak soha vele. Aki igazán komolyan beszél az Isten, nem hiszem, hogy különösen foglalkozik azzal, most kerek vagy négyszögű, vagy hatszögű, vagy százszögű a föl, vagy korong alakú a föl, vagy szivar alakú a föl, vagy ufó alakú a föl, vagy bicikli alakú. Tök mindegy. Üdvösségünk szempontjából tök mindegy, igen. És ezért gyanús, mivel hogy annyira hangsúlyozzák, hogy lapos. És ez, ennek olyan szaga van, még hogyha nem is így van, de olyan szaga van, hogy valaki meghasonlást, vagy megosztást akar hozni ezzel az elmélettel, a mindenkori felfogással szemben, és főleg azért abból a célból, hogy ezek az egymással veszekedő csoportokat könnyen lehessen kontrollálni. Még arra figyelnek, hogy egymással veszekednek most lapos vagy kerek, addig ők szépen ez alatt ebben a konfliktusban ők mindkét oldalról kihúzzák az emberekből a pénzt. Igen, na ez a másik, hogy a legtöbb ilyen lapos föld elméletes, tehát ebből is nézd, tehát azt hiszem ez lassan szlogenünk lesz,
figyeld a dolgok természetét. Ahogy nézzük ezeket a lapos elméletes embereket, szinte mindegyiknél megtalálni azt a csatornája végén, hogy ja, pénzként. Igen. Mit mond a Pál apostolon keresztül, mit mond az Istenünk és a megváltónk, vagy mi kell, hogy jellemezze az Istennek engedelmeskedés, az Isten munkájában résztvevő embereket, akik az Isten igazságát terjesztik. Azt mondja Pál apostol, hogy a presbiterek és a diakónusok ne legyenek rút nyeresi kívánunk, igaz? Igen. Abban a pillanatban, hogy ezeken a csatornákon megjelent a számlaszám, meg az e-mail, hogy ide küldjél pénzt, de abban a pillanatban végleg megöltem a legutolsó szikrát is bennem, hogy én ezt valaha elfogadjam, ezt a laposföld teóriát, mert pénzszaga van az egésznek. Igazából rengeteg érvet, meg cáfolatot tudnánk felhozni, egy-kettőt említettünk is, de nagyon nincs értelme, mert úgyis mindig mindenre megvan a magyarázat, mindent megmagyaráznak, a Bibliát és az igéket, és ugye szó szerint értelmezik, testileg, fizikailag értelmezik, ebből is következik, hogy az osztatségi törvény tartják fontosnak a testi körülmetélést, meg a testi mindenféle vallású dolgok betartását, az evéstől kezdve, meg a ceremóniák, stb. Tehát ezek összekapcsolnak. Szóval nem érdemes vitázni, meg párbajozni, harcolni mindenféle érvek, ellenérveket felhozni, mert tényleg úgyis mindent meg tudnak magyarázni a napos földhívők. Ugye említettük a térképet például, tényleg, hogy hogyan váltogatták, hát csak akár egy ilyen repülőutat, ha kiemelünk, hogy Új-Zélandról Argentinába ugye 12 óra repülőút, ez egy bizonyított tény. Több száz ezer ember repülte már át, meg lehet nézni a neten is a ajánlatokat, mennyibe kerülnek, meg hány óra pontosan ez az út. Viszont a laposföld térképen, az eredeti laposföld térképen ez minimum a háromszorosa lenne ugyanazzal a repülővel, ugyanaz a sebességgel, leszállás nélkül, de nyilvánvalóan ezért is kellett váltogatni a térképeket, hogy módosított térképen már ez ugye meglegyen a 12 óra, tehát vagy ugyanúgy eleve már ez a laposföld térkép, amit mutogatnak, ugye ez úgynevezett azimutális vetület, azimutális térkép, ezt ennek is utána lehet nézni, rengetegféle van ebből, attól függően, hogy melyik van, melyik ország vagy földrész van középen, az alapján alakul ki ez a kinyújtott térkép, tehát ez őknek nyilván az északi sarkot vették központnak, középpontnak, és akkor így képzeletbe szintották, és akkor így meg is volt már a jégfal körbe. Tehát ez csak egy egyszerű ábrázolása a sokféle térképnek. Szóval sorolhatnánk ezeket tényleg, hogy miért nem stimmel ez az elmélet. Magák az igéket is ugye szó szerint magyarázzák, hogy említettem, ott is valaki megnézi a felhozott igéknek a szövegkörnyezetét, a szavaknak a jelentését, mint például az öntött tükör, ez Szeptuagintában nincs is benne így teljesen, itt felhoznak, hogy hát az öntött tükör van ugye a föld fölött, magyarán ez a üvegkupola, ez olyan szilárd, ott is a szilárdság, szóval az inkább látszik értelme, értelme, hogy vannak az jelentése, hogy maga az Isten, amit teremtett, ugye lebegteti a földet a semmiség közepén, de mégis az olyan szilárdan áll, hogy azt senki nem tud az ellencsen semmit, se angyal, se a megváltó, se akár a sátán nem tud ezzel mit tenni, tehát a Isten, amit teremtett, amit ő elhatározott, az a szilárd, az megrendíthetetlen, megingathatatlan. Pontosan erről beszél a 1 Krónika 16.30 is, hogy reszkesen előtt az egész föld, a földkeresség is szilárdan áll, hogy ne ingadozzék. Ezt is szó szerint értelmezik a lapos földesek, természetesen szilárdan áll, ugye a lapos földön is ott van alatta az alapok, ugye, holott ugye korábban említettük a Jobban, Jobb 26.7-ben ugye ott van, hogy felfüggesztette a földet az űrbe, ugye a
a semmiségbe, a világűrbe, és ott tartja fixen, masszívan. Tehát ez is erre utal, hogy amit ő teremtett, az szilárdan megáll, az egyszer és mindenkorra úgy marad, ha csak ő nem úgy dönt az Istenünk, hogy ezt elpusztítja. Ami is az 1 Krónika 16-ban megnézzük a szövegkörnyezetet, ott is már az előtte lévő versekben is Istennek a csodáiról, a hatalmasságairól beszél, hogy beszéltek dicsőségéről, csodálatos dolgairól. Nagy az Úr, félelmetesebb mindenkinél. Ugye a népek Istene csak bálvány, de azok ugye nem csinálnak semmit, viszont az Isten teremtett az egeket. Magasztaljátok az ő dicsőségét, az ő erejét, stb. Stb. Tehát meg ugye gyakran előhozzák a jelenések 7-1-be ugye azt, amikor azt mondja az írás, hogy láttam a négy angyalt a föld négy sarkán, kvázi ugye akkor van négy sarka a földnek, akik visszatartották a föld négy szelét, stb. Stb. Itt is, ha megnézzük az egészet, kicsit elgondolkozunk, megnézzük a szónak a jelentését, ugye égtáját is jelentett, ma is így használatos leírása a föld négy égtájának, ugye az észak, dél, kelet, nyugat, úgymond képletesen a négy sarka, tehát nyilvánvalóan az igében is erről van szó, hogy képletesen kell érteni ezt a sarkot. Amúgy meg se a kereknek, se a lapos földnek nincsen sarka, úgyhogy igazából ez így eléggé erőltetett belemagyarázás a lapos föld hívők részéről. Ezt mindig így kell megvizsgálni, az összes ilyen igét, amiket felhoznak, meg lehet nézni, mindenki vizsgálja meg, és ítélje meg, hogy valóban helyesen értelmezik-e a lapos föld hívők. Úgyhogy ezeket is csak kicsit meg kell vizsgálni, higgadtan, nyugodtan, körültekintően, és nem szabad elhamarkodott ítéletet hozni ez. Ez az egész lapos föld témáról, vagy bármi más teóriáról. Tehát ha valaki egy, és példaként mondom, egy 1000 darabos puzzle kirakósból összerak mondjuk 30-40 vagy 100 darab puzzle-t egymás mellé, abból még nem látja a teljes képet, hogy mit fog ábrázolni majd az 1000 darabos összerakás után a kép, de valaki összerak 7-800-900 darabot, akkor már lehet látni, hogy ez a kép mit fog ábrázolni, ki lehet következtetni. Tehát itt is ezt kell alkalmazni. Úgyhogy tényleg a forrásoknak kell utánézni, az eredetét kik terjesztették, hogy azok milyen emberek voltak, hogyan éltek, viselkedtek, meg most is ugye a lapos-föld hívőknek a természetét meg lehet vizsgálni, hogy tényleg az örök eszmészség, a kérlehetetlenség, a megszállottság, ez ide vezet, tehát ez totálisan engedetlenségbe vezeti az embereket az Isten szemben, nem szolgálja az elmélet azt, hogy az emberek még nagyobb engedelmességbe éljenek az Isten felé, még inkább az Isten természetében éljenek, pont ellenkezőleg, meg hát főleg ugye ez a törvény alá, összegységi törvény, ez kell a körülmetélés, az összes többiek ezzel ítélet alá viszik saját magukat, meg másokat is az emberek, ezt követik. És az is még csak utoljára, hogy mindenki csak gondolja bele, hogy milyen nevetséges magyarázat is ér, hogy hát ugye hát a NASA ugye becsapja az embereket, a csillagászok, a tudósok, hogy benne van mindenki, és titkolja a Földnek a valódi alakját, hogy lapos, ugye, idézi ebben a valódi alakját. De most ennek is valaki utána néz, ugye, hogy több mint 50 űrügynökség van, és több száz holdmisszió, több ország részvételével, rengeteg űrhajógyártó cég van, több mint 100, rengeteg légitársaság van, több alkalmazottal, 70-80 000 pilóta van, több száz szállítmányozott cég, meg meteorológusok, fizikusok, csillagászok, milliói, gépészmérnökök, meg akik a NASA-nál vannak, meg a különféle hírügynökségek, sorolhatnánk, ez több millió ember, és akkor ezek mind kompletten azt hazudják, hogy a Föld gömb, és minden erejükkel azonban meg, hogy eltitkolják azt, hogy a Föld lapos, értetek? Tehát, és ekközben egyetlen egy whistleblowernek hívják, hogy egy leleplező ember se jött ki, aki kiállt volna, hogy ez kamu is lebutotta volna az egészet, értetek? Tehát ez annyira nevetséges, hogy mindenki benne van. Úgyhogy a végkonklúzió tényleg az, hogy nagyon labilis lábakon áll ez a lapos föld teória. Az egészet csak a hitre építik, hogy ebben kell hinni, ugye? Mivel hogy konkrét számfartatlan bizonyítékuk nincsen. Ugye próbálkoznak mindenféle fotókkal, meg hogy a burkot lefotózták, meg hogy egy rakétát föllöttek, ami megakadt, mutatják a videón, megakadt a burokba, de hát ilyen bobbant szét, meg tovább forrongja, tehát az is így kamu az egész. Zavaros és állandóan változnak,
azok a elméletek, hogy alapos földön belül. Tehát nyilván az egészet azért bonyolították ezt, bonyolították meg, hogy sok ember ugye azt tudja, hogy ez igaz, hogy elkezdjen utánézni, és elveszten ebben a káoszban. Tehát ez egy jó bevett régi trükk. Így nagyon jól megzavarják az embereket, hogy elkezdenek ezen agyalni, és nem tudnak tőle szabadulni. Teljesen rácoppannak, szó szerint. Ezt saját magam is tapasztaltam, hogy tényleg ahogy nézegettem, hogy ezen járt az agyam állandóan, és nagyon nehezen tudtam volna leállni. És ezzel tulajdonképpen adnak az embereknek egy ilyen fals célt az életüknek, egy életcélt, egy küldetés tudatot, ugye fontosnak érzik magukat, hogy ez egy mekkora nagy titok, és hogy akkor azt le kell leplezni, és közzé kell tenni, ez egy világméretű összeesküvés, tehát nagyon veszélyes az egész, és pontosan ezen keresztül kontrollálják az embereket, a háttér elitnek a vezetői, akik ezt az egészet bedobták a közös bevezsülták, szaladkönyvesek, stb. Mert amíg az emberek ebben élnek, rögeszmésé válnak, vakok lesznek az igazságokra, és így teljesen jól lehet őket kontrollálni és megvezetni őket. Időről időről ugye adnak még plusz információkat, még több titkot, idézőjelve titkok felfednek előttük, meg bizonyítékokat, ugye, látszólag, és akkor így még inkább belemélyülnek ebbe az egészbe. Szóval az egész egy ördög és alvasz manipuláció, és ahogy említettük többször, ugye a természetét megvizsgálva azoknak, akik ezt terjesztik, egyáltalán az Isten lelkülete látszódik a beszélükön, a viselkedésükön, ami ellenkezőleg a ögeszmészség, kérlehetetlenség, fanatikusság, megszállottság, és nagyon sok ilyen lapos terjesztő ráadásul világi életet él. Nem mondom feltétlenül, hogy mindenki elkösten életet él, mert ugye a világi emberek között is van, aki elkösösen él, de nincs az életükben Isten, jelen sem a megváltó. Tehát egyáltalán nem látni, hogy ez az elmélet ugye segítene és előrébb vinni az embereket a Istennek a lengerességben, Isten szerető természetében való élésben. És ahogy említettük, az időség megtartása szempontjából ez nem segít. Így általán a lakos elföldi gömb. Tehát ez egy emberi králmány, az embereket megzavarják, eltereljék, és közben még sajnos az Isten hívőket is lejáratják vele, ezért is keverték össze az Istennel, azt az egészet meg a Bibliával, és ezzel párhuzamosan ugye az atyánkat is ledegradálják, lebecsmérlik, lejáratják, kigúnyolják ezzel a laposföld elmélettel. Tehát és ez mindig kizárólagos általának a szándéka volt, az ajánlatás az Istennek, a fiának. Óvatosságra intek mindenkit, mert azért ennek tényleg vannak veszélyei, és látjuk a gyümölcsét, hogy nem jó. Pál meg is mondta, le van írva a Timóteuszban, hogy az utolsó időkben ugye az emberek az egészséges tanítás nem kell nekik, mert ugye viszket a fülük, saját kívánságaik szerint gyűjtenek tanítókat, meg elfordítják a fülüket az igazságtól, és ugye a mesékhez odafordulnak. Ez a lapos föl is egy mese, ez teljesen egyértelmű. És tényleg ez a legfontosabb, amit mondtál, kiemelve itt a végén, hogy az Istennek való engedelmességben semmiben nem segít, illetve nem üdvösség kérdése, és tényleg csak megoszt, megzavar, rögeszmését tesz, fanatikussá tesz, az pedig nem az Istennek a természet, hanem az ördögé. Ilyen egyszerű az egész.